Hát kérem szépen, minden és mindenki készen áll, jöjjön tehát a hirtelen halál a kékektől, ezúttal Bálintot láthatjuk, valamint Grétit, ugye először a hölgyek futnak, majd a másik oldalon a bajnokoknál pedig majd itt a következőkben Krisztiánt figyelhetjük Dorkával. Jöjjön tehát az első csata Dorka és Gréti között. Felkészülni! 3, 2, 1! A hölgyeké a terep tehát itt a hirtelen halálban. Nézzük, hogy kié lesz az előny. Az utolsó futam, a mindent eldöntő futam. Ugye egy lánypárosunk van és egy fiúpárosunk. A gyűrűket helyezték a megfelelő helyre. Érkeznek a lányok, Gréti jelöl egyelőre, de hát ez semmit nem jelent. Jön a hullámvasút. Ugye ezt követően fog majd egy picit tisztulni a kép, amikor elérkeznek majd ide a vizes függönyhöz. Na nézzük Grétit, ő van egyelőre előrébb. Dorka beragad, jön Gréti, jön a csúszás, jön a medence, óriási biztatás. Jön ő a másik oldalon, Dorka is, ő is a vízben van már. Na nézzük, hogy ki száll ki először. Úgy tűnik, hogy igen, nem csak úgy tűnik, hanem valóban Gréti. Jön a háló alá Gréti, egy picit sérti a hátát, de ez sem érdekes ilyenkor, hiszen a végső cél van a szeme előtt. Megérkezett Gréti, megérkezett Dorka is szépen lassan. Óriási csata, ne feledjük, hogy nem sokára jön majd a váltás, hiszen egy vegyes váltóról van szó. Tulajdonképpen fel kell emelni a zászlót, és most jöhet Bálint. Most indul Bálint, még mindig nem indulhat Krisztián. Na nézzük, jön a másik zászló is, indulhat Krisztián is. Na nézzük, van egy pici helyzeti előnye Bálintnak, akiről ugye tudjuk, hogy mennyire gyors játékos. Jön a hullámvasúthoz, nem sokára megérkezik. Krisztián most csúszik le, most jön a hullámvasúthoz, nem sokára majd eléri a vizes függönyt Bálint. Most jön a csúszás, most jön Krisztián is. Elképesztő csata, előnyben a kékek. Kérdés, hogy ez az előny, ez mire lesz elég? Készülnek már a dobásra a lányok, illetve hát egészen pontosan Dorka, ő lesz majd a dobó. A fiúknál Bálint fog dobni. Na nézzük. Majdnem behozza Krisztián, sőt, olyannyira behozza, hogy jelen pillanatban fej mellett. Na nézzük, megvan a pacsi, jöjjön a dobás. Kié lesz az előny? 9-9. Bálint fennmarad. Bálintak fönnmaradt egy. És aztán a második is, és a harmadik is, megcsinálják a kihívók, övék a pont és az előny, 10-9. Belül kiderül, hogy ki nyeri a végjáték első fordulóját itt a döntő szett hirtelen halálja után, mert hogy 2-2-re áll a csata, jönnek tehát a vegyes párosok, a kékeknél majd Geri és Kata küzd meg ezért a mai napért, a másik oldalon pedig érkezik Gabi, illetve jön még majd mellette az a játékos Krisztián személyében, aki megpróbálja megnyerni ezt a teljes mai napot. Nézzük, hogy kinek sikerül. Elsőként jönnek a lányok felkészülni. 3, 2, 1. Gabi és Kata tehát meglódult, elindult, hogy teljesítse a pályát. Az egyik befejező játékos majd Gabi lesz itt az ügyességinél. Ő rá tehát még vár feladat, nem csak végig kell mennie a pályán a másik oldalon. Majd Rozs Geri lesz az, aki az ügyességi teljesíti. Jön Gabi, elsőként Kata kapaszkodik fel, jön a citrom. Ugye a súlylabdát nem kellett visszavinni, az majd a fiúkra vár. Ez a feladat itt majd a második körben, Kata bent a vízben. És megérkezik Gabi is ebben a pillanatban. Megvan a kapu is Katának, Gabinak is. És nézzük, hát ugye azt tudjuk, hogy Gergő nagyon-nagyon gyors játékos, ebben a pillanatban elinduljon Krisztián is. Piszok nehéz dolga lesz Krisztiának, innentől kezdve nagyon-nagyon fürge, nagyon kapkodja a lábait Gergő, vissza kell vinni a súlylabdát, ez megvan. Természetesen Krisztiánnak is, már csak itt végig kell robogni a pályán,
És Gabi már készen áll arra, hogy dobjon, de meg kell várnia természetesen Krisztiánt is. Ebben a pillanatban a vízbengeri, jön Krisztián, ő is ott van. Na nézzük! Három totem, Gergő pedig egyből kezdheti, hiszen túl vannak a pacsin, Gabi is kezdheti. Micsoda vetődés volt ez Krisztiántól. Lent az első Gabinak, aj, de rosszul alakul Gergőnek. Már csak egy kell Gabinak. Na nézzük, hogy lesz-e háromból három. Igen! A végjáték első fordulóját a bajnokok nyerik. A kékektől és a pirosaktól is, hiszen kezdődik pillanatokon belül a sorsdöntő ütközet. Jöjjön a hirtelen halál itt a döntő játszmában. Derüljön ki, hogy ki nyeri majd a végjáték első fordulóját. Jön majd a pirosaktól, tehát a bajnokoktól Iza és Krisztián, a kihívóktól pedig Dorci, valamint Bálint lesz a két futó. A két lány kezd majd, Dorci és Iza tehát felkészülni. 3, 2, 1. Már is a vízben, tehát a lányok, a fiúk egyelőre még csak ugrásra készen, attól függ, hogy kiemeli majd elsőként a magasba a zászlót. Meglátjuk, hogy ki mikor startolhat majd Bálint, illetve Krisztián. És az is ugye megvan már, hogy kik fogják az ügyességit teljesíteni. Iza, illetve Bálint lesz majd a két dobó. Már most van egy minimális előnye Izának, oda teszi Dorci is a kereket, Iza jön majd elsőként. Ebben a pillanatban nem kell húzni, Iza drága, hát tudja a szabályokat. Ugye nem kell itt húzni, az a helyzet, hogy csak kizárólag le kellett volna ugrani, és lehetett volna tovább sprintelni a medencébe. Ez nem volt feladat. Na nézzük a tolást. Jön Iza, ebben a pillanatban kimászik. Hozzáteszem, így is megvan az előnye Izának. Ott a zászló, indulhat Krisztián. Nekik ugye nem kell már a medencéből indulni, elég lefutni. Krisztián ezt meg is tette. És jön egy ugrás. Na már nekik kell viszont húzni itt a mókuskereket. Ez a szabályokhoz tartozik. Nekik ezt meg kell csinálni. Krisztián az első, Bálint a második. Egy óriási ugrás be a vízbe. Na nézzük Kriszt, illetve Bálintot. Nekik már nem kell eltolni, hanem csak végig kell futni. Jön Krisztián ebben a pillanatban, és nézzük a dobásokat. Iza, illetve Bálint a két dobó. Izának jó az első, Bálintnak is, Izának a második is, a harmadik is, mind a ketten 100%-osak. Óriási küzdelem. Ki lesz a gyorsabb? Bálint kezdi. Jó neki. Az is megvan. Már csak egy kell. Bálint! A kihívók megnyerik ezt a mai napot. Egészen biztos, hogy valaki a bajnok lányok közül párbajozni fog pénteken. Döntőfutama következik, a hirtelen halál a kékektől, tehát a kihívóktól. Bálintot láthatjuk, valamint Grétit a pirosaknál, a bajnokoknál Reni, valamint Krisztián fog futni elsőként, ugye a hölgyeké a terep. 2-2, aki most ezt megnyeri, az élményjátékot is megnyeri. Felkészülni, 3, 2, 1.
Lássuk tehát a döntő futást. Reni és Gréti elsőként. Óriási csatában a két lány. Meglátjuk, hogy melyikük érkezik elsőként. Egy picit megcsúszott Gréti, de így is tetemes az előnye. Megvan az az előny, ami nagyon is kell, és ezt követően ugye majd érkeznek a fiúk, attól függően, hogy a lányok közül ki jön vissza elsőként. Megvan a zászló Grétinek. Ő az első per pillanat, ő az, aki elsőként fordul vissza, és közelebb van ahhoz, hogy pacsizzon egyet Bálinttal. Na nézzük! Felugrik Réti, jön a pálya ezen szakaszára, ott meg leugrik, már várakozik Bálint, ebben a pillanatban megvan a pacsi. Bálint szökken, hát tényleg a szöcske lehet a beceneve a kis hercegnek. Krisztián is jön, ő is villámgyors. És itt ugye mind a ketten az ügyességi feladatban, az ügyességi játékban nagyon jól teljesítenek, úgyhogy itt igenis van jelentősége az előnynek. Érkezik Bálint, még mindig nagyon nagy a különbség kettejük között. Fut Bálint, sprintel Krisztián, de Bálint egyelőre sokkal jobb pozícióban. A félkört is teljesíti Bálint. Érkezik Krisztián, na nézzük! Elsőként Bálint kezd, de rögtön utána már is itt van Krisztián is. Egyből egy! Nagyon nagy Bálint egyelőre! Hát mindegyik ütése, dobása talál! Már csak egy! Elképesztő, amit csinál Bálint! Ha megcsinálja, akkor megnyeri az egész versenyt a kihívók csapata! Bálint dobása! Megcsinálja! A kihívóké, az élményjáték! Hirtelen halálban a kékek nyertek!